elég eklektikus előadást csináltam, én nekem nem ilyen kellett mondani. Valóban 5 pontban összefoglaltam mindenféle dolgokat, ami ilyen lehetséges kimenetei lesznek annak a leírandó anyagnak. Az első az egy ilyen meta dolog, ugye a címet, azt hittem, hogy a fenntartható fejlődés, ezt majd mások már kielemzik, hogy itt mindenki fenntarthatóságról beszél, csak a fő címben van fenntartható fejlődés, ezzel most nem foglalkozni. A hazaival, meg a vezérfonalról egy picit, hogy tulajdonképpen mit is akarunk, hogy egy általános deszkefelmondás, hogy mi magyarok mit tudunk ma a fenntarthatóságról, vagy pedig egy ilyen kelet-közép-európai sajátságról, vagy pedig egy magyar helyzet ma, vagy 90 után, vagy 2020-ban, vagy 2050-ben, vagy 2100-ra, akár melyiket választjuk, akkor kell az egy helyzetkép, az eddigi fenntarthatósági programok elemzés, stb. Stb. Nem tudom, ezt majd megbeszéljük, hogy ez úgy minden. Ha nem ez, hanem még konkrétabb példák, most már az én esetemben, hogy a város, általában a városról, vagy Budapestről, vagy Szombathelyről, vagy Kőszegről, ehhez is kellene konkrét helyzetkép, eddigi programok, stb. Na hát, ezt első pont első felének ezt szántam, és ezen kívül még akarok beszélni a fenntarthatóság külső-belső feltételeiről, ez egy kicsit leckefelmondás lesz, de majd megmondom miért. A modernizáció és meghaladásáról, a városi köztérről, a Törzsországról és a Smart Cities programokról, ugye nagyon általában, mert konkrétan nem mondom semmit szinte. Na, akkor vissza egy pillanatra az egy fenntartható fejlődés vezérfonalra. Ezzel Bartus Gábornak kicsit illusztrálom a stratégiákból nem lesz semmi általában című mondatát. Itt vannak a stratégiák, ez konkrétan nem a városról, hanem a városi közlekedésről általában 14-ben összeszedtem, hogy az elmúlt 10 évben mi minden volt, és akkor ezek a különböző programok, minden egy gyönyörű fényes papíron kinyomtatva, vastag papíron, drága papíron, stb. Stb. Most kettőt megmutatok belül, az a 14-ben éppen 10 éves volt, de már a benne megadott URL-t már nem találtam meg, tehát már nem volt ott. Egyébként, hogy kik csinálták, franciák, németek, osztrákok, olaszok, belgák, spanyolok. Aztán 12-ben, amikor már mi is jó régen benn voltunk, akkor egy ilyen szép kiadvány, egyébként nagyon hasznos valóban, a best practice-ről. Jó gyakorlat volt, de ebben is csak nyugati példák voltak. Az EU-15-ben, meg Norvégiából, meg Svájcból. Én rossz pályán hozzátettem, hogy ők osztották el ugye a projektpénzeket. Na, minden jók ezek, általában nagyon hasznosak elolvasni, átlapozni, és aztán talán tulajdonképpen ennyi is. Most a városügyben, vagy a városi közlekedésügyben ez a legújabb a számba. Sustainable Urban Mobility Project, vagy Programs, PENS, bocsánat. Hát erről lehetne beszélni, most én nem kezdek ebbe bele, ez csak jelzés volt. És akkor áttérnék a fenntarthatóság külső-belső feltételeire. Először mindenkinek a könyök jön ki már a kritikája, és ugye a három krumpli, gyenge fenntarthatóság, ugye ezt át szoktam mondani, hogy ne így gondolkodunk róla, hanem hogy hát legalább így egymásba ágyazva a környezet, a társadalom, a gazdaság, egymás, egy rendszer összefüggésbe rendezve, és a környezeti korlátokat önmagunkban megkezdeni, ezt igen, tudjuk. Ugye, ha most nekem a városról kell beszélni, vagy valakinek az erdészetről, az még egy ilyen kisebb törőlembe, ami érint a környezetet, a gazdaságot, a társadalmat. Mi a fő, számomra levonandó fő tanulság, vagy levont fő tanulság ebből az egészből, és most nem érint a nagyon sok definíciót, vagy ilyesmi, hogy még nem a tanulmányok előtte, ezt is mindjárt tudjuk, hogy vannak külső kapcsolatai a rendszerünknek, az egész fenntarthatóságot ezzel kapcsolatban szoktuk megemlíteni, itt jönnek a Hermann Dérnek a tételei, hogy a környezetből felvett input ne lépje túl, az output ne haladja meg, hogyha finomak akarunk lenni, akkor még van egy harmadik. Ezt mind tudjuk, ez mind könnyű megérthető, ismerjük, stb. Csak hogy igazából, és fontos is, csak hogy igazából ami tennivalónk van, az éppen ezután jönne, hogy
nekünk annak a rendszernek, amiről beszélünk, tehát az országnak, a városnak, az ágazatnak, hogyan kell úgy azt az ágazatot, vagy azt a tevékenységet megszervezni, hogy az érzékeljen valamit abból, hogy a feltételek hogy állnak, és annak megfelelően tudjon működni. Tehát, hogy alakuljanak ilyen működés önszabályozó vagy szabályozó a rendszerei, alkalmazkodás, kockázatkezés, stb. Tehát világos, hogy azon kívül, hogy belátjuk, hogy vannak ezek a nagy összefüggések, az az igazán érdekes, hogy akkor mi mit tudunk ezügyben tenni, és itt jön ugye a stratégia, vagy a policy. És ami nagyon fontos, hogy ez utóbbi szabályozás, ez egy rendszernek, az erdészetnek, vagy a, nem tudom, az energiaiparnak a szabályozása, az nem környezeti szakembereket kíván, hanem a környezethez is értő, de az adott szakterületen jártas, és a környezeti összefüggéseket is megértő szakembereket igényel. Tehát, hogy ez azoknak az embereknek a dolga lesz megcsinálni, akik eddig rosszul csinálták. Vagyis annak a szakmai körnek legalábbis. Tehát ez gondolom egyik fontos mondani. Másik, és itt van, amit előbb elkezdtem, az én számomra a fenntarthatóság követelménye azt hivatott kifejezni, a célok nem változtathatók meg egy-egy részrendszerben, ágazatban szabadon, hanem azoknak bonyolult rendszer összefüggések következtében tiszteletben kell tartani bizonyos korlátokat. Tehát én ebből az egymásba állított rendszerekből ezt fontosnak tartom, minnyáján tudjuk, csak én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos rész, tehát az adott ágazat, az adott szakma, az adott város nem szabadon tervez, mint ahogy ezt korábban elgondoltuk, mint hogy ezt a modernizációban elgondoltuk tulajdonképpen, és itt jön a harmadik lépés, a modernizáció és meghaladás. És itt már mondtam, hogy a város felé közelítek, mert hogy a modernizációt éppen a város tervezők vállalták fel, 1933-ban, amikor a Siam ugye a nevében is benne volt az architektúr modern. Mi volt a feladat? A mennyiségi lakáskérdés megoldás, a tömeges lakásépítés az emberek számára, akik áramlottak be a városba, és ennek a egyik megoldási eleme a lakótelep, ugye kis dobozok gyártása, lakások többszintes épületekben, iparosítási gyártási eljárásokkal. Mi ennek a városra a közvetlen következménye? Hozzáidomítani a várost ehhez a tömegtermelési filozófiához és technológiához, és kialakult a funkcionális város, tehát egy funkcionális város mennyire, tehát a 20. század első feléről van szó. Ugye, hogy van az üzleti negyed, ami persze spontán is kialakul a városok közepében, lakó negyed, ipari zóna, ügyülőhelyzet, jó esetben a szélirálynak megfelelően, és ne a füstöt fújja ugye a városra a szél, stb. Hatékony tömegtermelés, méretgazdaságosság, big is better, ezt nem tudták mondani, de valójában itt a nagyság ugye az mindig előnyös, és az a jó, amit tervezett. Ugye a modernizáltak számtalan előnye, ugyanúgy, ahogy a gótikának, meg a baroknak is gyönyörű dolgokat imádunk belőle. Itt most én nyilván a meghaladandó részeit emelnék ki, mert sokszor ma is benne vagyunk még ebben a modernista gondolkodásban. Közlekedésben ugyanez, hát ugye nem tagadom meg magamot, és kis dobozok, mint egység, megjelenik a közút, az autó, kell a felszín az autóknak, mindent eltakarítani az útból, amilyen szószoros értelemben az útból, ugye felszín alá a sineket, és fölé útban van a villamos, keskenyebb járda, kell kevesebb fa, odébb rakott gyalogát, plusz meg a kevés a hely, több helyet az autóknak, ugye ez a modernista várostervezésnek az egyik fő el. Fő cél megkönnyíteni a motorizált mobilitást. Én ezt az olimpiai jelszót is hozzá szoktam ehhez tenni, ez a gyorsabban, magasabbra, erősebben, ugye, mert ugye ha meggondoljuk az egész közlekedés tervezésnek ez a fontos kérdés, a tankhajókkal, meg a repülőgépkel, meg minden a jó technológia ebben az esetben mindig jobb hardware-t jelent, tehát a jobb motort, jobb járművet, jobb autópályát, vagy jobb pályát, egyáltalán üzemanyagok, ilyesmi. Ugye a meghaladása, hát annak a nevét tudjuk, mert a modern után mi lehet, mint a posztmodern. A modernizációban még jellemző ez, hogy szeparáltan saját logikai szerint fejlődnek a rendszerek,
És az egész ipari társadalom eszményképpen jól megtervezett munkafolyamok összes, míg a gyár, ahol minden optimalizáltan tervszerűen lehet működtetni, és ez nem csak a szocialista gazdaságot, a tervgazdaságot jellemezte, hanem általában az ipari társadalmakat. Igen, és elhanyagolja mindazokat, ami környezetnek vagy lényegtelennek, vagy a modellben nem illőnek, vagy legalábbis az optimalizálási folyamatban nem szükségesnek gondol. Sőt, nem csak elhanyagolja, hanem fel is éli a modernizációt által elhanyagolt tényezőket. Ugye a centrum, a perifériák társadalmát, erről volt itt az előző előadásban, és a gazdaságban tervezett tevékenységek, pedig általában a környezeti javakat. Ezeknek azért fordítottam ezt meg, hogy én innen fogom látni, és aki háttal állnom, de nem az van a képernyőn, úgyhogy most már nem javítom ki a dolgot, bocsánat. Na, mi jött a modernizáció? Utána a posztmodern, amikor minden megy, mindent, amit eddig vívmányainkat össze tudjuk vegyíteni, vagy keverni, ilyen a világzene, a vendégszöveg, új szavak jönnek a hatékonyság helyett, ugye integráció, együttműködés, partnerség, nevezőszín, konzultáció. És kiderül, hogy azok a eddig elhanyagolt tényezők, a környezet, a társadalom, a városi élet, ezek bizony számítanak, tehát nem elég, ha a mi saját technológiai rendszerünket jól megtervezzük, hanem a környezettel együtt kell a tervezett ember, akkor a rendszerünket kell a környezethez igazítani. És az új szempontok, most itt hosszabb lenne elmagyarázni, hogy az, amit a hagyományos közlekedés tervezésben teljesen természetesnek veszünk, hogy a párhuzamosságban akkor azt fel kell számolni és fel kell oldani, mert az pazarlás. Egy másfajta gondolkodás, amelyik éppen a kicsit ilyen evolúciós gondolkodás, és épp a katasztrófát megelőzni akarja, azt mondja, hogy jó dolog a párhuzamosság, mert az egyik helyen egy probléma van, akkor van egy másik, ami kisegít. Ugye a puffer tartalék, ezek mind erre vonatkoznak, hogy a redundáns az nem egy pazarlás, hanem az ott esetben éppen ezekre fontos szükség van. És hát a új kárta, ami az előző után, nem tudom, 70 évvel született körülbelül, az már erről az integrált megközelítés elvéről szól, és a városnak ezt a fajta felfogását is tartalmazza, meg a struktúrális alapokat, ami miatt persze mindenki arról beszélt, hogy milyen struktúrális alapokhoz lehet hozzájutni, és az is benne van a CK kartában. Tehát a funkcionális nagy felosztás helyett ugye a kis távolságok városa, a szomszédsági egység, a kisvárosi nagyvárosban a város elképzelésünk támad. Tehát nem a nagyváros a nagy homogén részekkel, hanem a kisvárosi gyalogos távolságban elérkező város. Ezt most átugrom. Ezt tulajdonképpen elmondtam, a posztmodern és a posztindustriális, a korábbi optimális tervezett fázisaira gondolt szétvagolt, funkcionálisan homogénnel szemben, ugye a rugalmas buffer tartalék, integráció, együttműködés, ezeket tulajdonképpen elmondtam. Azt kell megérteni, hogy nyár helyett az új paradigma inkább az ökoszisztéma, tehát az evolúciót veszi alapul, és annak a törvényszerűségéből építkezik. És arra van szükség, hogy beilleszkedjen a társadalmi gazdasági környezetébe, azzal együtt fejtsen kihatást. Oké. Most jön az, amikor egy kicsit még közelebb megyek a városhoz, a városi köztér, mint közjószág. Ugye imádjuk az ilyen város, a Brüsszel, ahol teljes harmóniában van egymással a tevékenység, amit a házakban végeznek, illetve az utcakép maga. Ugye ki a gazda, itt el lehet mondani, hogy a boltulajdonosok a gazdák, hiszen őket szolgálja minden, és összhangban van. Ezen a képen már nem így néz ki magi, ez 10 évvel ezelőtt nézett így ki a Kossuth Lajos út, illetve ez a Szabadsajtó út tulajdonképpen. Itt ki a gazda, itt azért világos így autópálya, ami bekerült a városba, az uralja ezt a környezetet, és annak megfelelően alakul az érték ennek a járdának. És ugye, amíg ekkora forgalom van, addig az rávetünk a város és a szomszédos részre is. Itt ugyan a tananyag, ugye ismerjük mindjárt, hogy a közjavak, és szoktuk mondani, hogy az infrastruktúra, a közterület, ezek közjavak. Felszerezném minden figyelmet, hogy ez nem ilyen egyszerű. Ugye két kritérium van, hogy valami közjónak számít. Az egyik az, hogy a szabályozással kizárható vagy nem zárható ki belőle valaki.
A másik az, hogy akik részt vesznek benne, azok akadályozzák, vagy nem akadályozzák egymást. Az alma, amit... Most van őtje. Az alma, amit én megeszek, azt, ugye, azt a falatot más nem veszi meg, és de viszont nekem jogom van, ha megvettem kizárni, hogy az nem másé az alma. Most a közjavakon kívül, hát a magánjavak, azt mondtam, vannak még a klubjavak, amikor azok számára, akik befizetnek a klubba, és akik arisztokraták, azok ott már bent ingyen van a pia, ugye? Tehát számára bent már közjónak számít. De ez van a közfölnek, a közlegelőnek, a közismert esetre, amikor mindenki hozzáférhet a dolgokhoz, de egyszer csak kiderül, hogy nem jut mindenkinek annyi. De most, amiért ezt elmondom, az, hogy egy fizikailag létező valamiről nem lehet önmagában elmondani, hogy az melyikbe tartozik. A városi utak, azok ugyanúgy viselkednek, mint a közlegelők, hogy az egyik autósat nem csak más számára, hanem saját magára számára is tulajdonképpen lassítja a lehetőség, az eljutási lehetőséget, hozzájárul a torlódáshoz. De ugyanaz a 7 méter széles, nem tudom, aszfaltburkola, ilyen teherbírással, hogyha két falu között épül, és falu közi út, és nincs rajta nagy forgalom, általában akkor nincs rajta, és akkor közi utcának számít, azt használ, mindenki használhatja, minden érdekű. De ugyanez az út, hogyha a külisi erdőgazdaságban az erdészet a saját területén megépíti, akkor ez egy magányország, egy sorompót tesz az elejére, más nem mehet, csak az ő teherautói. És hogyha ezt, ebből kettőt egymás mellé tesznek és fizetésre teszik, akkor meg klubjószággá száll. Aki kifizette, annak a számára, mint a közjó, ugye úgy szolgál az út. Most azok a konfliktusok, amik ma vannak a városban, hogy bevásárlóközpontot építünk, leromboljuk az utcát, privatizáljuk a közterületet, lakóparkot építünk, ezek mind átgondolhatók a közjavak felől. Ha az igény kicsi, akkor közjószágként működhető az adott térség. Ha az igények nagyok, akkor elkezdik egymást akadályozni a potenciális felhasználók, és akkor már nem lehet közjószágként működhetni. De az is lehet, hogy nem az igények nagyok, csak egymás zavaróak, a dohányzók és a nem dohányzók, a gyalog és a kerékpáros, stb. Ugye ekkor megszűnik az, hogy közjószágként lehessen szabályozni, és akkor jön megint a kérdés, ki a gazda és ki fogja meghatározni szabályokat. Bocsánat, még kb. 3 perc legalább lesz. Egy David Engis nevű ausztrál úriember lerajzolta az utca elestét, felforgatott az utcát. Ugye itt van egy pár ház, és előtte a gyerekek az utcán játszanak, aztán megjelenik a gépkocsi, és akkor már nem engedik ki a gyerekeket, csak szájukba rájön, hogy nem léphetnek le a járdáról, hiszen tovább már veszélyes. Aztán még több autó van, és akkor a járda is veszélyes, és csak az előkertben mehetnek ki a gyerekek. Aztán ennél is több autó van, és akkor már olyan büdös van, meg zaj, hogy nem engedik ki, hogy élhetetlenné válik az előkert, és ez már a hátrafordulás, ez már az elfordulás az utcától. Majd annyi autó jelenik meg a Móricz rajzok szerint, hogy már valójában bejárt a házaikba, mert már a hátsó kertbe se érdemes kimenni. Mi történt? Az utca közjószág volt a gyermekek számára, majd megjelent egy térhasználat, ami ezt el lehetett. És akkor az utca közjószág lett az autók számára, sőt, a tervezés elkezdte azt szolgálni, hogy örökbe forgalomnál is fent tudja tartani ezt az állapotot, és hogy az autó számára jól működjön a város. Végül az minden igyekezett ellenére a gépjármű közlekedés növekedése önmagát is akadályozza, hiszen a torlódásban általában már nem egy fa van előttünk, hogy egy villamos megálló, hanem egy másik autó. Tehát egy autó akadályozza a másiknak. Akkor kiderül, hogy egymást önmagát akadályozza, és emiatt sem tartható fel az a fajta közjószági jelleg, és akkor vissza kell térni, hogy mégis valami olyan alternatívát, ami élhetővé hagyja tenni a várost, és amit korábban esetleg elsöpörtünk, vagy új dolgokat kell kitalálni, és ez tulajdonképpen a városi közterületnek a újragondolása. És ez persze csak egyik fontos pillér a fenntartható városi életnek, csak én úgy gondoltam, hogy ezt kiemelem. És akkor ezt most sok bölcs tanulságot azt elhagyjuk. És akkor a Smart City-vel, hát a Smart-ot azt szoktuk például a számban specifikus, mérhető, átlátható, reális, teljesíthető, ez angolul nem egészen úgy volt, amit nem sikerült műfordítani, ott helyébe tettük egy másik szót. De ezzel nem követtünk el valami borzasztó dolgot, hiszen egy
nálam szorgalmasabb szerző kigyűjtötte, és megállapodott, hogy ennyi szót találtam, amit a Smartra fölírtam. Tehát itt ez is az az eset, amiről már ma volt szó, amikor valami divatossá válik, akkor abba belepréseljük, akármit kitalálunk, azt beletesszük. Nyilván ezek egy picit beleillenek, de hát látszik, hogy itt azért nem mindenki ugyanazt gondolja, de azért most az az általános és egyforma és kötelező, hogy már stratégiája legyen a városoknak. Hát most ezt azt hiszem átugranám, itt van három generáció, a technológia vezérletás, városvezetés által vezérelt szakasz, illetve a lakosokkal együttműködő városok, ezek nagyon szépek. Budapest is beszállt egy ilyen programba, hatféle, ugye ez föl van már osztva rendesen, ilyen modernizációs alap, mert a Smart City az, Smart gazdaság, smart környezet, smart kormányzás, stb. És akkor én hozzátettem, hogy majd ebből is lesz egy szép brosúra. Üzenetek összefoglalása, azt hiszem, ha kicsúszunk az időből, akkor ezt most mellőzni. Szorgalmasan megcsináltam, de ezt mindjárt is mondtam. A lendület és pénz úgy tűnik a Smart City koncepció mögött van. Köszönöm a figyelmet.